Újra indul a Sulimoped program, így újabb diákok juthatnak térítésmentesen jogosítványhoz Szabolcsat Mábereg megyében a rendőrség programjának köszönhetően. Köszöntöm a stúdióban Szikszai Tihamért a Szabolcsat Mábereg megyei baleset megelőzési bizottság titkárát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mit jelent pontosan ez a Sulimoped program? Hosszú évek óta van szabolcs már Bereg megyében ez a program. Az elsők között voltunk, próba megyeként már benne voltunk ebben a programban. Célunk az, hogy 50 gyerek, lehetőleg 50 gyerek szerezzen érvényes segédmotorkerékpár vezetői engedélyt, és részükről ingyenesen, tehát a révészt valakinek fizetni kell. Ez az Országos Baleset Bizottság, aki utalja ezt a keretösszeget. Nekünk kell ezzel úgy gazdálkodni, hogy minél több gyereket sikeresen képezzünk, illetve nem is mi képezzük, hanem minden évben egy pár ez a útján kiválasztunk egy autós iskolát, aki ezt a képzést mm. szakavatottan elvégzi. És hát nyilvánvalóan bízunk abban, hogy minél több gyerek fér bele ebbe a keretösszegbe. Az 50 gyermek az eddigi években volt, akkor gyerekszámra volt meghatározva a képzés, az idei évtől kezdve pedig egy keretösszegre, Bízunk abban, hogy túllépjük az 50 és 50 több, több gyereket is tudunk akár vezetőengedélyhez juttatni. Miért fontos ez? hogy a gyerekek megtanuljanak motor, segédmotorkerékpáron közlekedni. Több okból fontos ez a történet. Nem csak az a fontos, hogy segédmotorkerékpáron megtanuljanak vezetni, hanem az nagyon fontos, hogy közlekedési szabályokkal találkozzanak, ismerjenek meg, tudják használni. Nyilván a későbbiekben az előnyükre fog válni egy B-kategóriás vezetőengedély megszerzésén, hiszen például már az első nyújtási ismeretek, ből megszerzett dokumentumot nem kell újra megcsinálniuk, hanem azt beszámítják majd a B kategóriához, illetőleg a többi, többi közlekedési eszköznél, amikor mondjuk kerékpára vagy gyalogosan közlekednek, már szabályokat ismernek. Ez egy részről. Más részről pedig valamiféle jutalom ez a gyerekek részéről, hiszen az a gyerekek válogatásra kerülnek, nem bárki kerül ebbe a programba, a bázis iskoláink vannak, pedagógusok választják ki a gyerekeket több ismér alapján, és egyfajta jutalom, egyfajta ösztönzés, és már ezek az iskolák minden éven várják a következő évet, a hetedikesek szeretnének bekerülni a következő évi programba, egyfajta ösztönzés, és mivel nézzük a bekerüléskor magát a közlekedési előéletet, előnyt élvez az, aki például a közlekedési versenyekre jár. Tehát mindenképpen ösztönző hatású. Mennyire nyitottak erre a szülők? Azért nagyon sok szülő félti a gyerekeit egy motorkerékpár jósítvány megszerzésétől. Elég nagy a forgalom. Az egynyire egy már meglehetősen nagy városnak számít, és sűrű a forgalom. A gépjárművezetők nem feltétlenül vannak tekintettel a motorkerékpáros vezetőkre. Szóval, hogy a szülőben azért beindul egy, egy olyan reakció, hogy na ő aztán nem kopósószeget, nem. Nagyon képlékeny téma ez, találkozunk sok mindennel. Az első szülőértekezleten, hiszen egy szülő nyitjuk meg ezt a programot, már valami lezajlott, illetve van olyan iskola, ahol mi most fogunk menni. Ott el szoktuk mondani a kedves szülőnek, hogy több okból át kell ezt gondolni. Gondolják át, hogy a gyereket elengedik erre a programra. Fogják engedni a gyereket motorra ülni, a gyerek is gondolja át. Át kell gondolni azt, hogy mi a fontos ha elkezd ezt a programot, akkor elhiszem, hogy a szolfés, a tornaedzés és sok minden más nyilvánvalóan nagyon fontos, de az elén el kell dönteni és nem elvenni a helyet attól, aki ezt a programot végig szeretné csinálni. A harmadik dolog nem büntető eszköz maga ez a program, tehát nem lehet azt mondani Pistikének, hogy matekból kaptál egy egyest, akkor holnaptól nem mehetsz motorozni, vagy nem mehetsz a motortanfolyamra. Ugyanis az, hogy a szülőnek ez nem kerül pénzbe, nekünk ez pénzbe kerül, és mástól vesszük el a lehetőséget. Tehát igen, sajnos találkoztam olyan gyerekkel, bementem egy oktatásra, mert meg szoktunk nézni egy-egy órát, amikor a kislány az sírva ugrott fel, hogy rájött, hogy ő nem fog merni motorozni. Uh -huh. Ezzel nem lett volna baj, csak tényleg az, hogy elvette mástól a helyet, és akkor már ment a barátnője is vele. Nem hagyta a barátnőt, akkor ő sem fog motorozni. Tehát ez két ember, két gyereknek a helye, úgyhogy a szülőket mindig megkérjük arra, hogy gondolják át az elején. Mi az, amivel meg tudják győzni a szülőt, hogy nem kell félteni a gyereket a motortól? Azt hiszem nem tudjuk meggyőzni, és talán nem is célunk meggyőzni. Ö, aki közlekedik, az nagyon jól látja, hogy bármit teszünk, véletlenek, balesetek mindig vannak, és mindig lesznek is. Üvegbúrában a gyereket nem lehet zárni. Saját gyerekemről is beszélek. Én is szívtam a fogam, amikor először felült a motorra, és motorozott lányokról beszélünk de úgy gondoltam, hogy ha nem engedem el, ha nem engedem ki forgalomba, akkor nem biztos, hogy majd mondjuk B-kategóriás jogosítványjal, autóval kell ezt kezdenie. Lehet ezt kezdeni gyalogosan, törődni ezzel a kereszt tudással, vagy kereszt tanulással, folytatni kerékpárral, utána, ha tudjuk, engedjük a gyereket segédmotorkerékpárvezetői engedély megszerzésével azt, hogy egy picit lassabban, máshogy közvetlen ebből közlekedjen az úton, és tanuljon, és majd úgy kerüljön egy B-kategóriás vezetőengedélye személyautóra. Igazán, db, tuti recept nincsen. Azért tegyük azt hozzá, hogy az a fiú gyerek, akiben... Benne van egy iszonyatos vágy, hogy már pedig ő motorozni akar, és a szülő nem engedi, az előbb-utóbb meg fogja találni azt a lehetőséget, hogy a haverjának a motorjára felüljön egyebek, és lehet, hogy ez sokkal veszélyesebb, mint hogyha ellenőrzött keretek között megfelelő időben megtanulja, hogy hogyan kell egy motorral bánni. Igen, ezt tapasztalatunk a szülőet is el mondani, hogy a vezetőengedély átadására hivatalosan a tanévzáró keretein belül kerülne sor azonban aki megszerzi, tehát ügyes és tanult, annak oda fogjuk adni, hiszen tudjuk, hogy talán eddig is motorozott, ezután is motorozni fog, miért tegye szabályosan, és azért próbálunk lehetőséget adni egy-egy gyereknek, akinek már van motorja, természetesen csak az átudvaron belül közlekedett eddig vele, de hogy akkor mondjuk váltós motorral vizsgázhasson, mert alapvetően automata motorra szól ez a vezetői engedély, amit mi biztosítunk. És még egy dolog, az a gyerek, aki megtanul motorkerékpárral közlekedni, az valószínűleg az autóból is jobban oda fog majd figyelni a motorosokra. Bízunk benne, és gyalogosan és kerékpárosan is szabálykövetőbb lesz. Van egy másik programja a Baleset Megelőzési Bizottságnak, méghozzá a Rutin Rókák program, ami viszont már a régóta, mondjuk úgy, hogy öt évnél idősebb jogosítványjal rendelkezők számára jelent talán segítséget a mindennapi tudásnak a frissítésére. Miről szól ez a program? Igen, az öt évnél idősebb vezetőengedéllyel rendelkezők részére szól ez a program. Alapvetően a honlapunk ez a www.ssbmbb.hu, ez így nagyon hosszú volt és nagyon gyors volt, ezt tudom, de a nevünk rövidítése. Ezen a honlapon lehet megtalálni egy keresztesztet, rögtön az ugrik fel egy egyszerű tíz kérdéses teszt, ha ebből nyolc jó válasz van, akkor szabad regisztrálni a programban. Többször lehet próbálkozni, nem mindig sikerül elsőre, és ennek a folyamánya lesz majd az, hogy aki sikeresen beregisztrált, az majd tavasz folyamán egy komplex napon vehet részt, és lényegében újra levizsgázhat. Tehát az, aki mondjuk a 80-as, 90-es, akár 2000-es években, vagy akár 2010-ben, bár az nekünk közelének tűnik, szerzett vezetői engedélyt, azóta nagyon sok szabály változott. Tudom, hogy az emberek nem fognák nézegetni a kressz változásokat. Próbálunk azért arra hatni, hogy mégis a fontosabb dolgokkal ismerkedjenek meg, tudjanak számot adni erről, hiszen ezt a programot lényegében nem is mi találtuk ki. Ez egy falunapon jött, emberek kérdezték meg, hogy nem el lehetne nekik újra levizsgázni. Ebből jött ez az ötlet, és természetesen akkor így tavasszal belülhetnek egy oktató mellé, ha ott sikeresen megcsinálták újra az elméleti vizsgát, és a oktató mellé, a vizsgabiztos mellett egy vizsga útvonalon teljesíteniük kell. Én úgy gondolom, hogy aki legalább öt éve vezet, annak nagyon nehéz lesz egy stopvonalnál pontosan a vonal előtt megállni, nagyon nehéz lesz nem rutinból közlekedni, és nagyon nehéz lesz már az elméleti vizsgán is az új kérdésekre a jó válaszokat Adni. Nyilván fontos és kardinális kérdések nem változhatnak a közben, Az elsőbség az elsőbség marad, a vasúti átjáró vasúti átjáró marad, és nem is biztos, hogy apróságokra vagyunk mi kíváncsiak, hanem a lényegi változásokra és azoknak a az észben tartására. Hát bízom benne, mivel azt látjuk, hogy elég nagy érdeklődés van a honlap számlája az érdeklődőket, és elég sokan regisztráltuk, úgyhogy valószínűleg nem is lesz elég egy nap majd tavasszal, de én úgy gondolom, hogy még ha tízszer ennyien lesznek, azt is meg fogjuk oldani, mert az a célunk, hogy mindenki balesetmentesen közlekedjen, és fejlődhessen közlekedés tudásában. De ugye nem kell attól félni, hogy elveszítjük a jogosítványunkat, hogyha nem sikerül egy-egy teszt kitörtése. Nem, ott nem kell attól félni. Én azt hiszem, hogy sokkal nagyobb félelem az, amikor rájön majd, és mondjuk a családi napon ott van anyu is, apu mellett, és apu vizsgázik, és apu nem tud, és apu megbukik majd kint, hogy te hogy vittél el minket eddig nyaralni. Anyutól jobban fog félni szerintem, mint tőlünk rendőröktől, és próbáljuk meg csúnya szó rákényszeríteni arra, hogy tanuljon, jó tudással rendelkezzen, és vigyázzon saját magára, a családjára, és a többi közlekedőre is. Szégszai köszönjük, hogy elmondtál ezeket nekünk. Nagyon szívesen.